Dorozsmán a Dianovszki téren adták át a sportolni vágyóknak az új szabadtéri kondiparkot. Mihály Béla és Laurer István a terület önkormányzati képviselői a helyi tyúkegylet tagjaival közösen vágták át a szalagot, mivel az ötletgazdák a dorozsmai mozogni vágyó hölgyek voltak. Egy vasárnap délután úgy gondoltuk, hogy mozogni kellene egy kicsit, és mondtam a lányoknak, hogy menjünk be a pláza mögé, mivel hogy Dorozsmán itt nem volt erre lehetőség, és a pláza mögött a fitnessparkba bementünk, és a csajoknak is megtetszett ez az egész, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor összefogunk és megpróbáljuk itt megvalósítani ezt a dolgot. A Jernei János Általános Iskola tanulói, valamint idősebbek is kipróbálták a gépeket. A gyerekek élvezettel lógtak a korlátokon, míg a felnőttek inkább az egyszerűbb gyakorlatokat választották. Mintegy 20 millió forintból épült meg a park, de még lesznek újdonságok. Ha mindent összerakunk, akkor olyan 18 millió forint nagyságból, de ebben már benne van az ivókút is, meg benne van a két világító test, ami meg fogja világítani esti órákban. Szeretnénk 2-3 gépet a jövőben elhelyezni, illetve egy ivókút létesül, önkormányzati támogatással 2 millió forintért, akik a kondizás közben kitikkadnak, vízveszteséget szenvednek, azok tudják ezt pótolni. Szegeden egyre népszerűbbek az ilyen szabadtéri létesítmények, és most már a dorozsmaiak is szabadon sportolhatnak az új kondiparkban, a Dianovszki téren.